Szervusztok, kedves hallgatók! Itt a Hétmester Lövésze a Rádió Cafén 98-os frekvencián, Fuchs Péter barátommal és kollégámmal. Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Puzsér Róbert vagyok. A következő két óra során a 10 mi szerintünk legjobb kémfilmet fogjuk ismertetni veletek. Ez egy olyan lista lesz, amely nem titkos a számotokra, de minden más ezzel a témával kapcsolatban az. Mi olyan dolgokról fogunk beszélni, amelyek 20 évvel ezelőtt voltak titkosak, most arra nyilvánosak, hiszen a kém témában általában naprakész információkkal nem nagyon lehet szolgálni, ha valaki ilyennel kecsegtett titeket, akkor nyilván csak hazudik, hiszen éppen aktuális titkos szolgálati információkat sosem lehet tudni, kivéve persze a szlovák terroristák. Na hát ez egy állati bonyolult kérdés, tehát a összeesküvés elméletek műfaja az nagyon közel van a ilyen kémes műfajhoz. Igazából az egész kém film, vagy egész kém irodalom azt feltételezi, hogy ez a kém történetek azt feltételezik, hogy egy ilyen szuper titkos valami van a világ mögött, tehát amit nem látunk, ott ilyen májafátyol mögött. Igen, a májafátyol mögött ilyen okos és hatalomvágyó emberek fantasztikus szellemi és fizikai teljesítményt nyújtanak, hogy a mi világunkat megőrizzék, vagy fölbarítsák. Tehát a kémfilm zsánerében rengeteg olyan dolog van, ami valószínűleg nem így működik ebben a hát információszerzési rendszerben, mint ahogy gondoljuk, tehát a James Bond filmeknek a szupergonoszai, vagy hogy a kémnek állandóan jó nője van, vagy hogy a kém az mindig sikerül átugrani a 30 méteres szakadékot. Tehát ezek a dolgok valószínűleg nem így működnek, viszont nagyon szeretik a kémfilmeket a nézők, mert hát kaland, ugye? Nekik a legnagyobb kalandjuk külföldön az, hogy elveszik a csomagjuk odafelé menet. Ehhez képest a kém ugye egy ilyen hihetetlenül aktív életet él, csípőből tüzel, és akármilyen értelemben, és egyik akcióból a másikba csöppen. Hát ez az a hát ilyen ponyva irodalom élet, amit mindannyian ki szeretnénk talán próbálni, amíg nem vagyunk benne, mert akkor rögtön más lesz a helyzet, lesz ilyen film, és úgyhogy ezt láthatjuk. De hát ez még mind hagyján, hogy csípőből tüzel, meg nagyon-nagyon laza, meg nagyon-nagyon jól adja elő magát, hiszen hát ilyen, ez az arisztokratája. Egy ilyen titkos arisztokratája egy világnak, amiről elvileg nem tudunk semmit, valószínűleg azért, mert nincs is. Egy valami biztos, hogy titkosszolgálatok léteznek, és az is biztos, hogy ezek az ügynökök titkosan csinálnak dolgokat. Igen, és ami a legelképesztőbb ebben az egészben az az, hogy ezek a bizonyos ügynökök, ezek felhatalmazással rendelkeznek, mégpedig arra, hogy öljenek. Van egy ilyen James Bond film is, hogy License to Kill, és ez valóban így van. Tehát azt kell érteni, hogy a License to Kill az azt jelenti, hogy itt arról van szó, hogy ők legálisan gyilkolnak. Tehát legálisan gyilkolnak meg kvázi akárkit. Igen, ez olyan világnak a részei, ahol mások a szabályok. Tehát itt kell megvédenünk a békét például. Inkább fogalmazunk úgy, hogy egy bődületes, undorító, förtelmes, köpedelmes, gyomorforgató képmutatásnak vagyunk a szem és fültanúja akkor, amikor a kémeknek, meg a titkosszolgálatoknak a világát vizsgáljuk, és amikor arról beszélünk. Tehát léteznek törvények, amelyek a mi életünket szabályozzák. Igen, és aztán ezek az államok, ez nem vonatkozik. Aztán ezek az államok, amelyek ezeket a törvényeket hozzák és képmutató módon betartatják velünk, ezek bizonyos embereket a törvény fölé helyeznek, pusztán azért, mert azt mondják, hogy kitalálnak ide egy szót, azt mondják, hogy nemzetbiztonsági kérdésben, tehát national security, és ez a fogalom, amikor ez elhangzik, ez felülír minden mást, ez felülírja a törvényességet, az emberi jogokat, az emberi életnek a méltóságát, meg az emberi saját életedhez való jogot, itt arról van szó. Tehát nem arról van szó, a license to kill nem azt jelenti, hogy ő neki joga van kiiktatni az ellenséget, anélkül, hogy annak törvényes tárgyalása lett volna, stb. Arról van szó, hogy a titkos ügynök az bármikor bárkit kiiktathat, ha ő az adott szituációban úgy ítéli meg, hogy az akciót vagy ő közé és a célja közé áll. Tehát ha az akciót veszélyezteti, ez azt jelenti, hogy téged is megölhet törvényesen, vagyis hát... Hát nem törvényesen, de az ő világa úgy is el fogja intézni. Az, hogy license to kill, az törvényesíti azt, hogy ő téged pusztán azért, mert te rosszkor vagy a rossz helyen, azt se tudod, milyen hülye balek vagy, valamiért meg kell halnod, mert akadályozod a national security-t. Nézzünk három műfajt, ami
mondjuk így hát népszerű a szerelmes film, a háborús film és a kémfilm. A szerelmes és a háborús film esetében az van, hogy a film és a valóság akár nagyjából fedheti is egymást. A szerelmes film az a igaz szerelemről szól, és a film fölépített értelmes karakterekkel dolgozik. A háborús film, és ugye a valóságból ez történik. A háborús film lehet, hogy szól a hősiességről, és lehet, hogy volt olyan háború egyszer, ahol tényleg hősiesen küzdöttek. Viszont a kémfilmeknél kicsit más a helyzet. Van a kémfilm, ami egy ilyen kitalált világ, és hogyha arról beszélünk, hogy a titkosszolgálatok élete milyen, mondjuk gondolj csak a sztálini titkosszolgálat tevékenységére a Szovjetunióban, na az nem, tehát abból soha nem jövünk ki úgy, mint a kémfilm. Az egy nagyon szomorú dokumentumfilm lesz, ami csak arról fog szólni, ki mikor halt meg, hogyan kínozták meg és ölték meg. Ahogy például most a Guantanamo-i támaszponton üldögélő narancssárga ruhás embereknek a élete is körülbelül erről szólhat. Valószínűleg már erről nem sokat tudunk. Akik szintén egy titkosszolgálat fogjai valamilyen módon. Képzeljük el, kedves hallgatók, hogy én egy nap úgy döntök, hogy körülnézek a szomszédomnak a lakásában. Feltöröm a szomszédomnak az ajtaját, belopózok a lakásába akkor, amikor ő éppen nincsen otthon, és feltúrom a kredencet. Megnézem, hogy milyen papírjai, milyen iratai vannak, hogyan tudnék én jobb pozícióba vagy zsarolási potenciált felhalmozni. Összevesztetek azon, hogy becsapkodja az ajtót, és erre próbálsz bizonyítékokat gyűjteni. Hát legalábbis erre hivatkozom, igen. Aztán az Isten tudja, hogy mit csinálok én abban a lakásban. Elhelyezek ott bizonyos őrá nézve terhelő dolgokat, a másik ellopok szomszéd olyan dolgokat, amikkel ki tudom őt szolgáltatni magamnak. Másik szomszéd észreveszi, és megzsarol avval, hogy dolgoz neki is, különben mi lesz, valami lesz. Ezért még egy feladatot végrehajtasz, de közben az, aki ez először betörtél, az is észreveszi, hogy betörtél hozzá, és megzsarol, hogy elmondja a másik szomszédnak, hogy tudja, hogy ő tudja, hogy te tudod, hogy ő tudja, és így lesz a kém, igazi kémfilm, amiben mindenki mindenkinek a kémje, és egy ilyen hihetetlen bonyolult, nagy táncot játszanak együtt, ami majdnem ugyanolyan, mint a mit tudom, királyok és királynők tánca feudális világban, legalábbis így tűnik. Hát jó, csak én arra vagyok kíváncsi, hogy én rám mi vár, hogyha feltöröm a szomszédomnak a lakását, és én ott kutakodom. Engem elvisz a rendőr. Tehát ez törvénytelen. Hogyha ezt államok csinálják egymással, akkor pedig nemzetbiztonságnak hívjunk, tehát rögtön nem bűncselekménynek nevezzük. Le lehet hallgatni. Bármit lehet, tehát ott bármi meg van engedve, becsempészhetek ügynököket a másiknak a lakásába, és megölhetem a kisgyerekét álmában, és hogyha ki tudom csempészni az ügynököt, akkor ezután ez az ügynök, ez nem egy gyilkos, hanem egy hős. Ő a nemzetnek a hőse, aki kitüntetést fog kapni ezért. Gondolj bele, hogy a 70-es, 80-as évek keletnémi titkos szolgálta a Stasi, adott ki olyan parancsot ügynöknek, tehát Puzsér Róbert ügynöknek, hogy hozzá kell menni férjül ahhoz az illetőhöz. Mert mondjuk egy másként gondolkodó írónő volt, és a Stasi kiadta neked a parancsot, hogy egy teljesen ismeretlen emberbe bele kell szeretni, és hozzá kell menni, majd éljetek együtt 25 évet, mert ez az állam érdeke. Na, ilyen volt körülbelül. Ilyen és volt. És ő a célpontod? Igen. Őróla kell jelenteni, őt kell megfigyelni. Ez rengetegszer megtörtént a Stasi esetében, de erről majd lesz később szó. Szóval, egy valami biztos, hogy a titkos szolgálatok az a legsötétebb és a legtörvénytelenebb és a legerkölcstelenebb és bármilyen etikai síkon a leginkább számon kérhető világ. Igen, és a leginkább a mesék világához van közel, vagy az összeesküvés elméletének világához van a legközelebb. De ez csak azért van, mert keveset tudhatunk róla. Nyilván. Ami saját érdekünkben. Szóval következzék az a 10-es lista, amely a szerintünk legjobban sikerült kémfilmeket tartalmazza. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Ez a Born rejtély. Kaptunk egy egész csomó SMS-t, és mindenki a Born rejtélyt és a Born sorozatot követeli. Hát megkapták, tessék, itt van a Born sorozat. A 10. helyen. Mielőtt még nagyon elkezdenénk lelkendezni a Born rejtély kapcsán, hát azért számos sebből vérzik ez a trilógia. Hát igazából már ismert elemekből rakódik össze.
nekem mindig egy ilyen megmosolyogtató dolog volt az olyan embernek a élete, aki hát amnéziás lesz, és akkor így fokozatosan ráébred, hogy a teste egy halálos fegyver. Tehát ez a... Én is biztos voltak ilyen gyermeki fantáziáim, hogy beütöm a fejemet, és amikor felébredek, akkor tökéletesen tudok ölni fogpiszkálóval. Tehát, mert hogy kiderül, hogy én tényleg egy ilyen szuperkém vagyok, akinek az a feladata, hogy a királyokat és államfőket megfigyelje. Szóval ilyen, hát ez egy ilyen nagy mesebeli élet. És a Born élete ilyen. De és ahogy, Born profi, tehát vérprofi. Azt képest, hogy semmit nem tud, hihetetlen jó. Nem, az a jó benne, hogy ő egyszerre halálos profi, kegyetlen hideggyilkos, és egyszerre meg az ilyen igazi balek. Igen. Ilyen outsider balek, aki azt se tudja, hogy mi zajlik. Tehát, hogy így, na ez az érdekes benne, hogy ahogyan éledeznek a gyilkos ösztönei, amelyeket hát jó hosszú évtizedek kemény munkájával ültettek el benne, igen, a szolgálatnál. Speciális általunk nem ismert módszerekkel. Tehát még hogyha kondicionálással foglalkozó pszichológusok vagyunk, akkor se tudhatjuk, mert ez olyan titkos. Az a jó, ahogyan egy titkos ügynök verekszik. Azt mindig érdemes figyelni. Tehát, mert hogy a titkos ügynök verekedésének nincsen kultúrája, az nem olyan, mint a bármilyen keleti harcművészet, vagy akár a box, vagy bármi. Az nem arról, tehát az nem arról szól, hogy van egy mozgásforma, amelynek a szellemében én a másikat megütöm, vagy megrúgom, vagy védekezek. Hanem ott, ahogyan a titkos ügynök verekszik, az azt jelenti, hogy van egy bizonyos pont a testeden, ahol ő megüt téged, és te neked véged van. Igen. És ő nem verekszik, ő megüt, és tovább lép. Éppen tehát, ezért a titkos szolgálatoknak a ilyen etalonja az a Mossad, még a véresszájú zsidózók is mindig a Mossadra hivatkoznak, hát, hogyha a hatékonyságot, igen, hatékonyságot akarják valahogy mércébe mutatni, mert hát igen, ők azok, akik ölése termettek. Na igen, nem, például a tenyerednek az élével a torokra, a gégére csap. Tehát, hogy ez az ügynök. Tehát, igazából, a kedves hallgatóknak mondom, hogy Robi mutatja egyébként közben a mozdulatokat. Tehát, szinte ütném is, igen, már. Igen. Tehát főleg, hogyha a nemzetbiztonság azt megköveteli. Krav maga az izraeli küzdősport neve. Igen, az a halál, együttéssel halál. Tehát, küzdősport idézőjelben. Ha megvetjük a támadót, öljük meg ez a Krav Magának, igen. Valóban hatékony lefegyverzésre, ártalmatlan átételre, ölésre, ja, és magyar származású ember fejlesztette ki természetesen. Hát mondjuk én maradnék automatni Kalasnyikovnál, hogyha harcról van szó, de erről még egy kicsit érünk vissza a Bornra. Emlékszel arra a jelenetre, amikor a Born hát így emlékezetből benyomja a széfnek a számát, és akkor kinyitja a széfet, amiben konkrétan a modern 21. századi embernek a teljes kincsestára benne van. Tehát nem az van, hogy... Tehát ez azt mutatja, hogy a kém élete... Egy olyan szépet én is annyira akarnék. Pontosan, a kém élete az a totálisan szuper élet, mert egyszerűen kinyitja ezt a széfet, és minden benne van. Végtelen pénz, végtelen lőszer, végtelen identitás, minden, tehát kész. Tehát 30 útlevél, amivel a világútlevél 30-al, bárhova, akármennyi pénz, akármennyi fegyver. Ez jó, mint a lottöltös, tehát ez megnyerhetetlen dolog, és ő neki ott van, tehát ő neki a munkája ez, érted? Tehát valószínűleg ő 10 ilyen széfet szerte hagyott, mert hogy ilyen titkos... Az ügynökben az a jó, hogy mindig mindenütt otthon van, igen, mert hogy teljesen hazátlan. Sosem értjük az ügynököt, hogy miért nem a saját szakálára dolgozik. Tehát aki ennyire hideg profi, hogy akárkit, akármikor eltesz lábalól, ilyen szinten uralja ezt a játékteret, amit... Hát a Bon uralja egyébként, és ő gyakran szakállára dolgozik, mert ő már annyira profi. Na igen, de hogy miből, honnan fakad ez a hűség a szolgálatokhoz? Miből? Hát a hazaszeretet, gondolom. Tehát... Hazaszeretet? Ezeknek az embereknek az életében bármilyen, ennyire naivak nem lehetünk. Jó, de ezek szupermenek, tehát tényleg golyós sem úgy fogja őket, ahogy... Nem, hát itt mindig a vállukon sérülnek meg ajtók. A verekedés az nagyon jó példa arra, meg jól mutatja azt, hogy őket nem kötik szabályok. Nincsenek morális gátjaik. Az adott szituációban mindig a hatékonyat lépi. Mert igazából jelleme sincs. Mivel hogy folyamatosan álca van rajta, az adott álcához igazodik, bármikor, tehát ő használja ezeket. Akár ahogyan téged a jellemed meghatároz és determinál, te úgy gondolsz erre, mint egy sajátosságra, egy ügynök nem így lát téged. Egy ügynök a te jellemedben a te gátadat látja, a te békjódat látja. Őnek ilyenje nincsen, ő bármikor ezeket föl tudja rúgni, bármikor ki tud lépni bármilyen szituációból,
az adott szituációban, amikor arra van szükség, ő téged úgy tudjon hátba szúrni, hogy sose tud meg, hogy ki árult el, sose tud meg, hogy hol hibáztál, hanem már abban a pillanatban légy halott, és már amikor megöl, akkor már nem is azzal foglalkozik, hogy téged hogy takarít el, mert jönnek utána a takarítók. Igen. Ugye hát meg a Nikita című filmben, ami szintén a titkosszolgálatokról szól. Ugye, hát igazából a legnagyobb luxus lenne, hogyha egy olyan túlképzett figurát, amilyen egy ügynök, akiben ennyi pénzt fektetett bele a titkosszolgált, meg hát az állam az adófizetők pénzéből. Ja. Takarításra használnánk, vagy arra, hogy a nyomokat eltüntesse. Nem, hát erre ilyen szürke öltönös emberek vannak. Igen. Imádunk Péter, csak ha lehet, ne mondd, kérlek, hogy a élete a igazi, mert a gégédre csapok egy halálosat, írja nekünk Bence. Köszönöm. Hát, nagyon-nagyon-nagyon sokan hype-oljátok a Bond sorozatot, hát azért én egy kicsit szkeptikus vagyok akkor, amikor azt látom, hogy Jason Bourne 4 emeletet zuhan, és az ellenséges ügynökre ráesik, majd föláll és tovább sétál. Valószínűleg gyakoroltatták vele a lezuhanás aktusát. Tehát ha 4 emeletet zuhansz, és ráesel egy másik emberre, akkor is meghalsz. Tehát azt kell érteni, hogy hiába nem a te tested fog becsapódni, hanem az övé és a tiéd meg ott van fölötte, akkor is meghalsz. Nem, Robi, ezt nem érted teljesen. Volt egy titkos CIA kiképzőközpont, a párizsi lépcsőházakban való zuhanást modelleztek, és addig dobálták le a figurát egy holttesttel együtt, amíg meg nem tanulta, hogy kell ugyasni. Amíg meg nem csinálta a 4 emeletet. Jason, három után nem küldhetünk el Európába. Te nem tudhatod, hogy milyen bonyolult dolgok vannak a kiképzésében egy ilyen embernek, például ez. Egyébként a Bourne rejtélyt azért kedveljük többek között, mert amellett, hogy egy amerikai film, mert zsánerében egy amerikai film, emellett európai film, tehát ez egy amerikai német cseh koprodukció, Európában játszódnak a jelenetek, európai körülmények között, európai városokban, európai autókkal zajlanak, hát az autós üldözések. Tehát nem utáljuk, hanem igen. Ugyanezt nem mondhatjuk el például a Mission Impossible-ről, amely büszkén hiányzik a listánkról. Igen. A 9. helyezett mai listánkon az Egy veszedelmes elme vallomásai című film. George Clooney első rendezése, személyes kedvencem. Hát ez egy eléggé érdekes film, egyszerre kémfilm, mint olyan, egyszerre elvileg a megtörtént eseten alapuló film, és egyszerre egy film arról, hogy korunk legkatasztrofálisabb, legszörnyűbb és értelmiségi szemmel nézve legpusztítóbb tévéműsorai hogyan készültek. Na jó, és hát és hogy ki készítette ezeket, mert nem pusztán egy mocskos állat tévéproducer, hanem emellett egy hivatásos gyilkos. Igen, a CIA állítólag nem tagadott bérgyilkosa, aki, ha jól emlékszem, 20-valahány gyilkosságot hajtott végre a CIA megbízásából. 30-valahány. És közben olyan sokat köszönhetünk neki, mint a Benne vagyok a tévében-nek az eredetie. Vagy a Monika Show, vagy a Balázs Show eredetie. Vagy a dating game, ami a randi játék. Ha elborult amerikai show, házas párbaj. Igen, elborult amerikai show, akkor az ő agyszüleménye. És mindezt elvileg a film szerint azért volt lehetséges, mert a CIA támogatta. Igen. Mert ugye cserébe ezt kérte, hogy engedjék a karrierjét. Igen. És ő amúgy gyilkolászott a világ különböző pontjain. Na hát, annyira örülünk, amikor az emberiség ellenes súlyos bűncselekmények, azok végre összekapcsolódnak egy-egy személynek a karakterében. Tehát ilyenkor van az, hogy látjuk, hogy a világ mégiscsak kerek, mégiscsak érthető, mégiscsak logikus, értelmes erővonalak mentén zajlik. Tehát, hogy ez a mocskos állat, aki embereket gyilkolt az államnak a megbízásából úgy, vagy anélkül, hogy egyáltalán, tehát hogy anélkül, hogy tudta volna, hogy azoknak az embereknek miért kell meghalni, anélkül, hogy tudta volna, hogy azok az emberek kicsodák, hogy kapott egy célpontot, meggyilkolta, és hát ezek az emberiség ellenes bűncselekmények, ezeket még sokkal, de sokkal súlyosabb bűncselekményekkel tetészte azokkal a műsorokkal, amelyekkel benne leszek a tévében. De nem tudom, ez az ilyen gong show, tudod, igen, amikor... Igen, hát ezt ő találta ki. Hogy hogyan alázzuk, gyalázzuk le a tévében szereplő szerencsétlen, nyomorult embereket, akik semmi másra nem vágynak, mint arra, hogy 5 percig híresek legyenek, vagy nézzék őket, mert a szerencsétlen... És mi röhögünk rajtuk, tehát ez a tehetségkutatók elődöntőjében béna figurák műfaja. A televízió társaságok által
kiárusított emberi méltóság. Fillérekért, jó, hát sokszor nem fillérekért, hanem annál többért, de hát mindenféleképpen. Azért lássuk be, hogy ez a figura úttörő volt. Tehát a maga úgyjár úttörő volt, ezek a műsorok nem lehettek volna nélküle, ahogy nem lehettek volna. Tehát ő például csinálta az első fekete társkereső műsort, ami hihetetlen nehéz volt átvinni, de hát állítólag a CIA támogatta. Erre összesen annyit tudok mondani, amit Woody Allen mondott az Annie Hall című filmben. Adolf Hitler volt a legnagyobb fasiszta diktátor. Igen. Bravo! Igen. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Az Észak-Észak-Nyugat című Alfred Hitchcock film. Hát ami egy tökéletes belépés ebbe a kémvilágba, ugyanis egy közülünk, ráadásul pont egy reklámszakember, tehát egy hozzánk hasonló értelmiségi, aki eladta a lelkét, igen, eladta a lelkét, az belecsöppen ebbe a szuper kémvilágba, ahol senkiben nem lehet bízni. Egyébként egy tökéletes Hitchcocki történet. A forgatókönyvíró azt mondta, hogy egy olyan Hitchcock filmet szeretne írni, ami összefoglalja egész Hitchcockot, tehát ez legyen a Hitchcock film, az első számú. Ez azt hiszem nem sikerült neki, mert a Hitchcock akkor rögtön mindenki pszichót ugrik be. Madarak. Madarak. Hát ez van erre ilyen mérő, hogy melyik film a legismertebb, de ez egy nagyon jó film lett, tehát emellett is. És hát, itt született meg a thrillernek a műfaja. Hát azért már megvolt a thriller műfaja, csak szerintem itt vonta Hitchcock, be. Szerintem Hitchcock találta ki ezt, hogy thriller. Igen, így van. De hogy nem egészen, de ő tökéletes. Tehát a filmnyelvét a thrillernek, tehát a mai thrillereknek a eszköztárát ő megteremtette. És ez a film, ez nagyon-nagyon szépen mutatja be ezt a hát ügynök vagy kémvilágot, ami teljesen elérhetetlen számunkra. Tehát a egyik másodpercről a másikra, sok hasonló film van, tehát akár még mondhatnánk azt is, hogy Born is hirtelen csöppen bele, mert hogy ő elfelejtette, hogy micsoda volt. A Born az ugyanezt a dramaturgiát játsza végig, ami az Észak-Észak-Nyugatban zajlik, de annyi ilyen filmet tudunk, hát a Szökevény című igen. film ugyanez. Harrison Fordos, amikor Harrison, a vonat. Igen. Az Észak-Észak-Nyugat az de egy recept nagyon erre. Gyorsan csinálja. Egyetlen másodperc alatt kiszakítanak ebből a környezetből, és bedobnak a másikba. Ez nagyon érdekes, és ugye nagyon sokáig nincs megoldása. Hát tehát az egész film arról szól, hogy tényleg nem tudja, mi van vele. Tehát, és neki a teste tényleg nem gyilkos fegyver, szóval esélytelen. Nem, hát itt valóban arról van szó, hogy egy szerencsétlen outsider vagy, és belekevernek valamibe, amihez semmi közöd, vagy azt se tudod, menekülnöd kell a törvény előtt, tulajdonképpen bűnöző lesz belőled, akik a törvény oldalán állnak valójában azok a bűnözők, hiszen egy titkosszolgálat, azt tudjuk jól, hogy az egy törvényes törvénytelenség, egy törvénytelen törvény fölöttiség, vagy nevezhetjük akárhogy. Ez egy tipikus sztereotípia a kémfilmekben, hogy ilyen aggódva kérdezi az ott esetben nő, hogy akkor szóljuk a rendőrségnek, és akkor nem, azt nem lehet. Tehát őket is ki kell hagyni ebből, mert mi annyira titkosak vagyunk. Hát meg a rendőrségnek azért nem lehet szólni, mert a rendőrség az öntudatlanul olyan eszközök, olyan céloknak az eszköze, olyan, tehát amelyek, maga a rendőrség sem tudja, hogy mit csinál, rám vadászik, holott valójában én vagyok a jó, igen. Csak a rendőrség is ki van szolgáltatva. Igen. Tehát menekülnie kell ugye a Thornhillnek, aki a főhős, akit a Cary Grant játszik, és miközben menekül a törvény elől, hát közben kell kiderítenie, hogy valójában miért menekül, ki elől menekül, és hogy ki is ő valójában, és hogy került bele, hogy csöppent bele ebbe az egészbe. Tehát, és igazából a bizonyítékokat, amelyeknek a révén őt majd fel lehet később menteni, azt a menekülés közben kell megszereznie, és miközben őre zajlik a hajtóvadászat, kell, hogy a darabkákat összerakja, és hogy abból összeálljon az ő számára egy kép, hogy a film végére a megoldásod eljuttasson minket. Ez egy nagyon-nagyon klasszikus recept, szerintem ez a recept ez itt született, és hogy hányszor, de hányszor lőtték el, hát arra... Igen, tehát nem véletlenül építkeznek Hitchcockból. Ez egy ilyen műfaj, ahogy mondtad, rengeteg utó gyengése, vagy utó része van, és egyébként egy kicsit csökkenti a értékét már az első filmnek az, hogy ennyiszer előtték a poénokat, mert már úgy nézzük, hogy már kívülről tudjuk az egészet. Tehát visszafelé is lehet drombolni egy filmet, hogy már mindent sokszor kiírtak belőle, vagy kifilmeztek belőle, és ezért már pontosan tudjuk, mi lesz a végeredménye az előző verziónak is.
A hetedik, ne te magad légy. A hetedik nem más, mint... Választottunk a James Bond filmek univerzumából az a Goldfinger című, aligha nem a legjobb James Bond film. Többek között a legabszurdabb, tehát azért nem túl gyakoriak az olyan kémek, akik úgy élik meg a másikat, hogy aranyba forgatják, tehát aranyporba forgatják. És úgy hal meg, hogy a bőrlégzést legátolják rajta. Egyébként ez valószínűleg így van, de nem ébredsz fel arra, de várjál, nem egyszerűbb megölni valakit, mint elkábítani. Ennek üzenetértéke van, hogy? Üzenetértéke van, tehát ez ilyen Kaiserszoz és rettegjél tőle, tehát Goldfinger akkor goldba fog, tehát aranyba fog téged hempergetni. Mert ő annyira szereti az aranyat. Nem azért, hanem neki ez ilyen trademarkja, tehát tehát ezek a ilyen stílusos gonoszok. Igazából ugye az egész James Bond egy kémfilm paródia, meg hát a irodalmilag is egy ilyen paródia műfaj. Abszolút nem így működik a világ, tényleg már semmilyen szinten, beleértve a Q által gyártott kocsival, és mit tudom én, mit köpő cipővel, igen, kütyükkel, és a furcsa ilyen segítőivel, meg ellenségeivel. Hát ebben a Goldfingerben a kalapos koreai az fölülmúlhatatlan. Tehát valószínűleg ez is a legnagyobb erénye a filmnek, hogy egy ilyen tényleg elképesztő figurák vannak benne, akiket, tehát azért szeretjük a Goldfingert, és általában azért szerettük a James Bondot régen, mert nem vette magát komolyan. Igen. A készítők nem vették komolyan ezt az egész koncepciót, amit nem is lehet, meg nem is érdemes komolyan venni. A legújabb generációs James Bonddal éppen ez a probléma. Megpróbálják komolyan venni magát, ami reménytelen. De hagyjuk már. De ráadásul a James Bond karakterek pont olyanok, hogyha mész az utcán, és szembe jön veled az egyik, és akkor ránéz, úristen, ez kém. Tehát annyira jön belőlük ez a kémség, hogy egyszerűen nem lehet nem kém. Tehát nem lehet nem lebukni így. Az a jó a Sean Connery-nek a játékában, hogy annyira szemtelenül sármos, és annyira mindeközben meg annyira gátlástalanul, ordinári módon szexista, és egomániás, hogy jönnek a csajok, magára húzza őket, eldobja. Azok így a dobás pillanatában már így perdeként égnek el, igen. Mert annyira nem kellenek a további részében a filmnek. Nem, hogy nem kellenek, hát sok esetben Bond arra használja ezeket a nőket, hogy fölpiszkálja a főgonosznak az egóját, tehát hogy hát ugye tudjuk, hogy a főgonosz az tartja ezeket a nőket, de a főgonosz nem úgy tartja ezeket a nőket, hogy rendesen ki tudná őket elégíteni, tehát hogy olyan orgazmusuk ezeknek a nőknek nincsen, a főgonoszoknak iszonyatosan kicsi farkuk van, nyilvánvaló. Lehet, hogy befog érni egy főgonosz. Irdatlan, hatalmas Brannerrel bünteti széjjel ezeket a nőket. Hát nyilvánvaló, hogy a főgonosz az úgy tartja ezeket a nőket, mint a perzsa macskákat. A Bond meg semmi másra nem használja őket, mint hogy rámegy erre a komplexusára a főgonosznak, hogy hát nem tudta még eddig rendesen igazán hát így megkettinteni ezeket a lányokat, hanem ezeket a lányokat ő így tartja, igen. Mert hogy így igazából ezek a lányok, ezek jól érzik ott magukat, mindig megvan a csoki, meg a pesgő, meg a nem tudom. Ebben a filmben például női ugye ilyen hadsegédje van a főgonosznak, hát aki elolvad tőle. Tehát. Igen, de na, erről van szó, hogy jön Bond, és ezeknek a nőknek iszonyatosan alávág. És valójában semmi más célja nincsen ezzel, persze hát az elemi élvezettől eltekintve, amitől hát miért is tekintene el Mindez Bond. A királynő szolgálatában. Hanem, tesz, az ez kizárólag hozzá. A királynő, hát ez a királynő követeli meg tőle, meg a brit polgárok. ezt mindezt pusztán azért csinálja, hogy fölpiszkálja a főgonoszt, hogy aztán az hibázzon, tehát hogy kövessene, vagy egyáltalán menjen rá erre a Bond témára, hogy aztán Bond face-to-face le tudja őt harcolni. A Bond filmek főgonoszai egyébként külön megérnének egy kör, tehát ilyen elképesztő figurákat, amiről 5 kilométerről süt, hogy főgonosz, ezt nem, tehát csak itt lehet látni. Na jó, de hát a leggátlástalanabb a Bond, hát ezeket a nőket szinte minden esetben megölik. És a Bond pontosan tudja, hogy meg fogják ölni ezeket a nőket. Pontosan. Hát fölhasználja őket, de mindenkit a környezetében a leggátlástalanabbul. Én csak egy valamit nem értek, amire soha nem ment még rá egyetlen egy Bond epizód sem. Hogy miért annyira hűséges ez a James Bond a királynőhöz, annyira fölötte áll mindenek, annyira cinikus, annyira végtelenül önjáró és autonóm. El tudunk képzelni egy olyan patetikus pillanatot egy James Bond filmben, amikor James Bond hitet tesz a szolgálat, titkos szolgálat és a királynő mellett, és
és a szívére teszi a kezét, és elénekli, hogy God Save the Queen. Én nem tudom elképzelni. Tehát, hogy ebből a James Bondból maximálisan következnie kellene annak, hogy az első pillanatban korrumpálható, az első pillanatban meg lehet vásárolni, és bárhova átáll, de nem. Mert James Bond nem. James Bond a királynőt szolgálja, és sosem pártol el a királynőtől, és nem tudjuk, hogy miért, nem értjük, hogy miért. A hűség az nem következik a James Bondnak a karakteréből. Nyilván jól meg van fizetve a Bond, de hát sokkal, de sokkal hatalmasabb is lehetne. Hiányzik belőle az ambíció, vagy én nem, tehát ezt nem értem. Ami nekünk lemaradt a listánkról, és nagyon sajnálom, az a paródiák egyébként, majd több ilyen lesz. Miért a James Bond nem elég jó ide? De még James Bondot is lehet fokozni, hát a Mike Myersnek az a zseniális többrészes paródia sorozata, amiben mindenkit ő játszik, a Dr. Gatsit is, a gonoszt is, meg a... Nem vagyok odáig, érte, de mindegy. Jó, de eléggé vicces, és abban például ezt ilyen túl van hangsúlyozva. Igen, pontosan túl van hangsúlyozva ez Austin a... Austin Powers. Túl van hangsúlyozva ez a ambia szeretet, mert mindig mindenhova ilyen angolzászlókkal meg, minden avval van díszítve. Nagyon jól figurálsz, aki egyébként a egész műfajta. Egyébként még megemlítenék még egy paródiát a egy réteg hallgatóság kedvére, a számítógépes játékot, a Novalux Forever, senki sem érről, aki két Archer, aki egy női James Bond, és ott például olyan főgonoszok vannak, hogy így lehet olvasni a játékban a problémáikat, hogy azon morfondíroznak, hogy a műláva a titkos búvóhelyükön milyen színű legyen. Tehát, mert hogy az nem igazi láva, mert az túl meleg volna, hanem a rózsaszín sárga vagy zöld láva legyen. Nem, hát itt a paródia paródiájának a parodizálása. Igen. Tehát ezzel végtelenségig lehet fokozni. Ugye a Sean Connery által jegyzett James Bond filmek, azok a kémfilmek paródiái. Aztán jött Sir Roger Moore, aki a Sean Connery féle James Bond filmeknek a paródiáját valósította meg, az ott már szinte direkt poénok vannak, tehát ott már az még parodisztikusabb, és akkor szerintem ott utána valami félre lett értve. Ott onnantól kezdte egyre komolyabban venni magát ez a koncepció, és az nagyon nem áll jól neki. Valószínűleg a Szovjetunió összeomlásával, tehát így ki lett rántva a műfaj alól, ez alól a műfaj alól a talaj, és rossz irányba tapogattak tovább. A legnevetségesebb az egészben, hogy James Bond soha nem a kommunisták, vagy a dél-amerikai, nem tudom én, fegyver csempészek, vagy kokain csempészek, vagy bármi reális dolog ellen küzd, hanem egy ilyen teljesen irreális főgonosz ellen, aki a világ hatalmat akarja, és a világot vagy el akarja pusztítani, vagy le akarja rombolni, el akarja törölni. Nekem a kedvenc főgonoszom az egy dadaista volt, tehát hogyha valaki nem művészet történeti tanulmányokban nagyjából benne van, egy dadaista, aki arra gondolt, hogy akkor most teljes energiába taszítja a világot, avval, hogy a angol banknak így szerverét. Tehát egész tudományát azt így lenullázva valami szuperfegyverrel. Na, elmondhatjuk azt, hogy a James Bond az körülbelül félúton van egy normális film, mondjuk komolyan vehető kémfilm, meg egy Batman között kb. Igen. Tehát a James Bond az félig meddig Batman. Egy kicsit képregényszerű valóban. És hát semmi kétség. Hát most a 40-es évek képregény kultúrájában jön az egész. De most ezek a figurák, hogy Blofeld, meg Goldfinger, ezek Joker-szerűek. Igen. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápol a James Bond a képregénnyel, és nagyon-nagyon elhanyagolható csekély kapcsolatot a valósággal. A toplista mai 6. helyezettje az Éjanyánk című film Kurt Vonnegut regényéből. Igazából ez az a Kurt Vonnegut munka, ami a legkevésbé vonnegutiánus. Nem is nagyon lehetne ez alapján, a sztori alapján ráismerni. Nem olyan csapong a sztoriban egyébként. Hát nincsen azért benne semmi, igazán nem groteszk. Kiegor Trout nem szerepel benne, nincsenek benne science fiction történetek. Hát meg komolyan van véve, na. Igen. Igazi dráma zajlik. Igen. Tehát ez egy hagyományos értelemben vett regény. Egy hihetetlenként történet. Egy olyan férfiről, aki az utolsó szabad amerikai a harmadik birodalomban. És hát a világon igazából. Igen, a szabad Amerika hangját terjeszti, tehát ő egy ilyen propaganda rádiós. Náci propaganda rádió műsort vezet, ahol a telibe zsidózza az étert az egész harmadik birodalomban hallható, a legkeményebben, és mindeközben pedig, amiközben ezeket a rádióadásokat adja elő, a szövegében kódolt üzeneteket küld a
Személyesen Rooseveltnek az a vicces rész, ugye, tehát ez ilyen nagyon van egutiánus, hogy egyetlen tanulja nincs ennek a tevékenységnek, kívül Rooseveltnek, aki meg meghal. Igen, meg még van egy ügynök, aki beépítette őt, de aztán az is meghal. És amikor az a két ember, aki tudott arról, hogy ő valójában nem egy náci egy mocskos náci agitátor, hanem épp ellenkezőleg egy amerikai ügynök, aki annyira szereti a hazáját, és annyira hűséges a hazájához, hogy és olyan kérlelhetetlenül akar harcolni a nácik ellen, hogy a világ szemében elmegy nácinak. Na most egyébként van egy... Ennél nincsen nagyobb fokú hazaszeretet és önfeláldozás. Van és egy történelmi előképe ennek a figurának, mert volt egy ilyen angol rádiós, aki a Szabad Anglia hangját adta, őt úgy hívták, hogy Lord How, nem ez volt a eredeti neve, azt nem tudom, de a How azért volt, mert olyan nagyon furcsa kiejtéssel beszélte az angolt, az a How, és ezért hát a háború... Berlinből adta az adást, és a háború alatt az angolok folyamatosan Lord How-t hallgatták, hogy hogyan kéne leszutasztani a tornról a királynőt, vagy Churchillt elküldeni Kanadába, vagy megölni, és átállni a nácik oldalára. És Lord How-t az angolok megszerezték, és nagyon kivégeztek a háború után. Igen, csak hát nyilván ez indította el a Vonnegutnak a fantáziáját. Igen. Is. De ez a történet, ez úgy van megírva, olyan kikezdhetetlen logikával és olyan zseniális dramaturgiával van végigvíve, és olyan dráma szabadul fel a nyomán, hogy az valami fantasztikusan. Igen, a Nick Nolte élete alakítása. Igen, és önmagában az, hogyha belegondoltok abba, hogy ez a szerencsétlen ember, a titkosszolgálat még utoljára elintézi neki, hogy hazajöhessen, hazatér Amerikába, és új személyazonossággal bujkál a saját hazájában, amit a legönfeláldozóbban szolgált addig, amíg aztán meg nem találják. És mi a vicces? Hogy először nem az antifasiszták találják meg, vagy a náci vadászok találják meg, hanem a helyi nácik. Igen. És ráadásul valami néger náci, vagy valami, na jó, az Vonnegut, az egy Vonneguti pillanat, amikor a néger náci A Vonnegut regényeiben többször előjön ez a náci vonal, mert neki a gyerekkorában ez volt. Amikor Dresdát széjjel bombázták, ő ott volt, mint amerikai katona. Igen. Azt kell tudni, mint német származású amerikai harcolt a németek ellen a II. Világháborúban amerikai oldalon. Hát ki másról formálhatta volna ezt a karaktert, Howard Campbell karakterét, Vonnegut sem, mint saját magáról. Egy lefegyverzően zseniális történet és egy virtuóz megvalósítás a filmen. Brilliáns, kötelező. Ez a kötelező kategória az Éjanyánk című film. Kedves Howard, egy élet fegyelme omlik most össze, mint egy koron Jerikó falai. Milyen dallamot fújhatott harsona el Józsué? Talán a lelki ismeretem hangjait. Azt kétlem. Nem ártottam magának. Azt hiszem, ez az öreg katona inkább az árulást választja. Mert ez a levél pontosan az. Megszegve a feletteseimtől kapott parancsot, elismerem, hogy az vagyok, akit maga Frank Virtanen néven ismert. Megerősítem, eskü alatt is, hogy én szerveztem be amerikai ügynöknek, és hogy maga nem csekély személyes áldozata árán az egyik leghatékonyabban működő titkos ügynök lett a II. Világháború alatt. Ha tárgyalást kell ülnünk ifjú Howard Campbell felett, az legyen igazi küzdelem, és győzzön az igazság. Őszinte híve, Frank. A mai napon az 5. helyig kúszott listánkon a fedő neve Donny Brasco című film. Egy igaz történet, Joseph Piston emlékirataiból. Ez az ember, aki a FBI szolgálatában egy nagyon átfogó kémtevékenységet folytatott, és lebuktatta a Sonny Black által vezetett bűnszövetkezetet. Én itt rögtön tennék egy kitételt, hogy most ugye mi kémfilmekről beszélünk, de én ezt inkább spicy filmek nevezném. Tehát eddig olyan filmekről beszéltünk, amik ilyen nagy international, tehát nemzetközi kémhálózatok
dolgokkal foglalkoztak. Hát belföldi, tehát ez a szovjet, igen, japán... Igen, de belföldi szinten, sőt, rendőrségi szinten is működik ugyanez. Tehát a rendőrségnek is vannak kémjei, a belső titkosszolgálatnak is, ugye az FBI... Belső gyosztály, ez a bizonyos belső gyosztály, ami mindig kopaszodó rendőrök van. Az FBI, azokat hívják általában amerikai filmekben úgy, hogy a szövetségiek. Igen. Akik the a, feds. Igen, na azt kell tudni, hogy az államok közti tulajdonképpen a szövetségiek azok a bűnszövetkezetekkel, meg a... Államközti bűncselekményekkel foglalkoznak, és állítólag a Bonnie és Clyde és csapatai, tehát az a korszak ihlette meg őket, mert ők voltak elsők, akik államok határokon túl hajtottak végre bűncselekményeket, gyakran direkt. Őket hívjuk úgy, hogy közellenségek. Igen, igazából az FBI a közellenségekre vadászik, nem a hétköznapi bűnözőkre, igen, illetve a nagy bűnszövetkezetekre. De mondom, a rendőrségnek is vannak kémjei, az FBI-nak is, és akkor a legmagasabb szinten pedig hát ugye a CIA-ról beszélünk. Tehát ez a három szint. És akkor a legszebb a történet, hogyha van egy maffia, ahol mindenki vagy CIA, vagy FBI, vagy rendőrségi kém, amúgy egy szörnyűséges szövetkezet, ami folyamatosan megy hát és bűnöz, de valójában mindenki beépített ember, és hát egész igazából falból van. Ja, és nincs egy olyan szervezet, amelyik ezt az egészet organizálná és kontrollálná. Az, és... Tehát az elveszik az... Na, arról van szó, hogy az FBI nem tudja, hogy a CIA kit épített be, és a CIA viszont nem tudja az FBI-ról, vagy lehet, hogy a CIA belelát az FBI-ba, de az FBI nem lát bele a CIA-ba. A hülye zsaru az meg végképp nem ért semmit, és a végén természetesen a hülye zsaru lesz az, aki megoldja az egészet, aki az információktól a legtávolabb van, de azért eljutott. Van, aki jelenetek, amikor lecsapnak a drog kereskedőkre, és akkor, amikor előveszik éppen a melkos szőrükből a FBI jelvényt, akkor derül ki, hogy közben CIA-sokat buktattak le, úgyhogy az egész, igen, egy nagy csapás volt, általában így kezdődnek ezek, igen, a filmek. Igen. Most ebben a filmben ebben hatalmas pillanatok vannak. A Donnie Brasco, aki a, hát ez az ő álcája, ugye, mint Joseph Piston ügynökről beszélünk, akit a Johnny Depp játszik, hát nagyon sokszor van a lebukásnak a határán, tehát nagyon-nagyon sokszor ezek a léc, és olyan virtuóz módon vágja ki magát sokszor. A legzseniálisabb jelenet az az, amikor van ilyen, hogy legzseniálisabb? A zseniálisnak nincsen a közép meg felső foka. Akkor az egyik zseniális jelenet. Szóval, hát én azt gondolom, hogy a zseniális jelenet ebben a filmben, amit aztán tényleg hatszor kell visszapörgetni, hogy újra megnézd, amikor megérkeznek a japán étterembe Donnie meg a bűntársai, és Donnie-nak ugye ez a nagyon a 70-es években járunk. Tehát itt még nem a mikrocsippek világa, ahol a lehallgató készülék az be van építve az ornyálkahártyádba. Tehát itt nem erről meg beszélünk. A szemekbe a kamera, igen. Na igen, tehát itt... csak James Bondnak volt meg ekkoriban. Hanem itt egy diktafonról beszélünk, ami magnó szalagra rögzít, amit... Be vagy drótozva. Hát úgy vagy bedrótozva, hogy a csizmájába belerakta ezt a lehallgató készüléket, ami mondom, egy diktafon. Egy diktafon van a csizmájában Donnie-nak. És hát az a kellemetlen szituáció, hogy megérkeznek egy japán étterembe, ahol le kéne venni a csizmát, mert ott az a szokás. De ha a Donnie a bűntársai körében leveszi a csizmát, abból előkerül a diktafon, hát akkor Donnie halott. És most akkor mit csinál? Uraim, jó estét! Hányan vannak? Öten. Erre parancsoljanak. A feleségem szerint most tessék, uraim, nagyon örülök. Olvasd az tessék csak, uraim, most tessék. Ezekre bukik. Tessék, parancsoljanak. A cipőiket, uraim, kérem, vegyék le a cipőiket. Jó. Uram, a cipőit legyen szíves. Tréfálsz vele? Vedd le te a gatyám. Csesznek. Uram, sajnos muszáj. Ez japán szokás. Tényleg? Hát pedig én nem veszem le. Uram, muszáj levennie. Felejtsd el, nem veszem le. Hé, Donnie? Mi van? Tudod, Rómában? Hé, Niki, ki nyerte meg a háborút? Ha? Háború? Mi a háborút? Hát mi? Újra akarod kezdeni? Vedd le a cipőt. Nem veszem. Donnie? Mi van? Vedd le. Nem veszem le. Miért? Szeretnék végre vacsorázni. Vedd le a rohadt cipőt, vagy levágom a lábaddal együtt. Sonny. Te ezt hagyod, hogy egy rohadt japsi parancsolgassa. Ide hallgass. Azért voltam lelenc, mert ezek megölték az apám Okinaván. Én ugyan le nem veszem a cipőm ennek a baromnak. Nem, nincs az az Isten. Uram, nem tehetek kivételt? Figyeljen, Motó úr, a barátom nem fogja levenni a cipőjét, és... Nézze, uram, sajnos le kell venni. Úgy néz ki, hogy mi sem, úgyhogy jó lenne, ha adna egy asztalt, mielőtt kiütöm. Le kell venniük a cipőjüket.
Küld a földre! Te a rohadi! Mennyire hülyét csinál Sonny Blackből a Donnie? Eltereli az egész témát egy olyan irányba, ahol már, tehát így rámegy nagyon keményen az egójára a Sonny Blacknek, meg ezeknek a bűnözőknek, hogy a kérdés már nem úgy vetődjön föl, hogy Donnie mit szívózik itt, hogy már éhesek vagyunk és kajálnánk, hanem hogy ki a főnök ebben a rohadék országban, ezek a mocskos japánok, vagy pedig mi? Itt egyszer csináltánk egy műsort egyébként a hangeffektekről, például ezeket a pofonok, ezek óriásiak voltak, és a Bud Spencer filmekben megint másféle pofonok, akkor a Igen. Egyébként a rendesen megütnek valakit, az leginkább egy csattanásra hasonlít. Tehát egy legkevésbé ez a tompa puffanás, tehát ezt felejtsük el. Téged beütöttek meg sokszor. Igen, sajnos. Elégedetlen hallgatók, például mert Schwarzenegger nem került fel a listára. Igen, Schwarzeneggert követelik a listára, de nem értem, hogy milyen filmmel. Tehát a két tűz között. Kizárólag a két tűz között. Ez egy jó paródia. Ez egy jó paródia, Károly lehagytuk. Donnie Brasco-nak egy nagyon-nagyon fontos szála ez a magánéleti szála, ami a Donnie magánéletének, a család életének, a gyerekével, meg a feleségével való kapcsolatának a széthullásáról szól. Ez mindig nagyon fontos, de ebben az vagy esetben... Vagy ha valakon nem észrelják őket, és cserébe bosszút állnak, mint például James Bond? Igen, de nem, ez itt arról van szó, hogy egy civil életet ezzel a kémélettel párhuzamosan futtatni nem lehet. Valamelyik életet szét fog hullani. Márpedig amire figyelned kell, hogy az az életed, ahol halálos küldetésben vagy, ahol rajtad van az álca, ami nem eshet le rólad, az nem hullhat szét. Azt vasmarokkal kell tartani, mert ott az életed a tét. Tehát értelemszerűen ahhoz leszel hűséges, mert életben kell maradnod. Ennek nyomán értelemszerűen és szükségszerűen a civil életed, a feleségeddel meg a gyerekeddel való kapcsolatod fog széthullani. Nem le, mennyi, valami 5000 dollárt kap a végén, vagy 500 dollárt kap a végén, vagy mennyit kap? Tehát, hogy röhelyes, amikor a maffiának a pénzével megléphetett volna, de ő bevitte a pénzt. Hogy mondjam, tehát itt arról van szó, hogy bűnözővé kell válnod ahhoz, hogy megfelelően teljesítsd a szolgálatot. Hát szélsőségesíti az eszközt, az egész kémfilozófiára épül. Itt arról van szó, hogy ha nem válsz tökéletes bűnözővé, vagy bűnözőbbé a bűnözőknél, akkor azzal kockáztatod a küldetést, vagyis rossz ügynök vagy. Igen. Itt arról van szó, hogy bűnözővé kell válnod valóban, és akkor egy ilyen bűnöző hogy mehet haza, mint egy FBI ügynök a feleségéhez, és játszhatja el a mintapolgárt, mikor nem ezek szerint a normák szerint él. Igen, tehát nincs egy olyan jelenet, amikor a végén a szirénák villodó fényébe kockásplétbe tekerik, és akkor minden a helyére jön, mint ugye az akciófilmeknek, hanem itt nincs lezárva. Itt igazából megvan a küldetés, de minden szét van esve. És most találjál vissza egy ilyen civil életbe. Tulajdonképpen hasonló egyébként, mint a nagymenőknek a végén. Hogy és most drágám, vidd le a szemetet. És most drágám, menjünk el vásárolni. Drágám, nem megyünk el a hétvégére a telekre? De egy ilyen ember, aki ennyire nagyban játszik, és valóban bűnöző, mert itt nem arról van szó, hogy ő megjátsza a bűnözőt, itt arról van szó, hogy ő az egyik életében valóban bűnöző, a másik életében FBI ügynök, és a küldetés csak arról szól, hogy az FBI ügynök identitásodat fölé rendeled a beépített, hogy fogalmazok, a bűnöző identitásodnak, ezáltal a bűnöző identitásodat kiszolgáltatod. De mind a kettő teljes élet, és mind a kettő 100%-os jelenlétet és azonosulást követel. Ezért lehetetlen megfelelni mind a két szerepben, mert ez maga a skizofrénia, ez maga a tudathasadás. Márpedig tudathasadt ügynök az halott ügynök. Ezzel a szerepzavarral foglalkozik nagyon-nagyon-nagyon áthatóan és nagyon komplex és átfogó módon ez a film. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. A negyedik helyezett az európai Donnie Brasco, vagyis Ellobó a farkas. Ez Csema Lojgorri. Jó, bassz név, nehéz kimondani. Igen. Története, aki beépült az ETA-ba. Szintén az megtörtént eset. Igen, ugyanúgy megtörtént eset, mint a fedő neve Donnie Brasco. Ugyanúgy vadásznak máig a farkasra, ahogyan Donnie-ra vadásznak, és mind a kettő ilyen identitásvédelmi rendszerben van elrejtve. Tanúvédelmi program ez a neve. Igen, csak nem tanúvédelem, mert ő nem tanú, hanem hát jó, kapott egy az erősített verzió, hogy a tanúvédelmi program. Igen. Azt kell tudni,
hogy az ETA terroristái máig maguknál hordanak egy pisztolygolyót, egy-egy pisztolygolyót, ugye minden ETA terrorista egy-egy pisztolygolyót hord magánál, amire rá van vésve a farkas neve. Jó, de mondjuk nem erről kell felismerni őket, tehát ez nem úgy, hogy elölviselik, és akkor... Nem, hogy... ott van náluk. Igen. Arra az esetre, hogyha megtalálnák, azt kell ellőni. Igen. De nem találják, máig nem találják. Jó, mondjuk egy spanyol ajkú embernek elég nagy lehetősége van elhelyezkedésre a világban, tehát fél Dél-Amerikát könnyen otthonára választhatja. Ez egy nagyon-nagyon ütős kémfilm, az az igazság. Nagyon-nagyon hiteles. Vagy pici film, ahogy veszük. Hát igen, ahogy veszük. Nagyon hasonló, mint a Donnie Brasco, csak sokkal szikárabb, sokkal vérebb, sokkal kegyetlenebb. Európai. Igen. Európai, kifejezetten európai. Vagy hát fogalmazhatunk úgy, hogy ez a film, ez nem tesz gesztusokat a néző felé, hanem ez megmutatja, hogy milyen egy terrorszervezet, és milyen a terror elhárítás. Ja, a Donnie Brascohoz képest itt az van, hogy hát az európaiak nem kakival gurigáznak. Igen. Tehát ez egy ilyen kemény csapat, bármikor képesek ölni, bármikor képesek bankot rabolni, akármilyen áldozatára. Tehát nem egy ilyen folyamatosan illegális dolgokkal kereskedő csapat, ami néha öl, hogyha a konkurencia ott van, hanem ezek bármikor képesek a támadásra. És amikor a farkas végrehajtotta a küldetést, és eljutott az ETA politikai vezetésének a csúcsára, akkor egyszerre kivonják őt, és megszüntetik az akciót, mire értelmes magyarázatot sem ő, sem a néző nem talál. Hogy vajon miért, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy egy ekkora erőforrásokkal, és egy ilyen mérhetetlen, elképzelhetetlen mértékű kockázattal felépített akciónak a vége előtt 5 perccel miért szakad meg a folyamata, és miért nem aratják le azt a sikert, aminek már a kapujában áll. Hát ez politikai érdek van mögötte, és ettől ilyen valóságos a film, szóval, hogy benne van a politika. Ez a legsötétebb és legkiábrándítóbb pillanata a filmnek, amelyet felidézünk számotokra. Itt vannak a nevek és a címek. Nagy vagy farkas? Még többet is tudok tenni. Van egy tervem, hogy lehetne szétverni a szervezetet. Értem. Előbb-utóbb minden beépített ügynök ugyanúgy viselkedik. De az akciót befejezzük. Fogadd el, és élvezd ki a visszavonulást. Ha visszamegyek Franciaországba, ami nem lesz nehéz, könnyedén bejuthatok a vezetőségbe, és átalakíthatjuk egy politikai mozgalommá. Ne ragadtasd el magad. Ha megtudják, mit tettél, le akarják majd tépni a tökeit. Ezt nem úszhatom meg még egyszer. Meglőttök, a karomon. Sérülten jelenek meg Franciaországban. Úgy egyáltalán nem leszek majd gyanús. Most komolyan. Nagyon messzire jutottál. De itt a vége. Hogyha nem végzünk velük, tovább gyilkolnak. Romba döntik Baszkföldet, és megakadályozzák a demokráciát. És mi tovább harcolunk ellenük. Mi itt a gond? Az, hogy lehetőségünk van felszámolni az ETA-t, baszdmeg! És aztán mi lesz? Trafikot nyitok? Vagy munkanélküli lesz belőlem? Terrorizmus nélkül túl sokat követelne a baloldal. Szükségünk van rájuk az átmenet érdekében. De tovább fognak gyilkolni. Ők végzik a dolgukat, mi is a miénket. A terrorizmus elleni harc szakértői vagyunk. Egyetlen kormány sem mondhat le rólunk. Ezért vittem vásárra a bőröm. A küldetésednek vége. Minden segítséget megadunk az új életedhez. Milyen élethez, Ricardo? Amilyet csak akarsz. Milyen élethez? Hős akarsz lenni? Csak tessék, de én csak halott hősöket ismerek. Adok neked valamit, is megköszönheted az életed. Mint fasiszták vagytok. A kurva anyádat. Mint a felettesed, megparancsolom, hogy add le a fegyvered. A bőgnél ne áztasd el a szőnyeget. Azért jó ez a film, mert végig azt képzeljük, hogy az ETA az a rossz oldal, a titkosszolgálat meg a jó oldal. Hogy az ETA oldalán vannak a gonosz terroristák, a titkosszolgálatba beépülő egyébként baszk ügynök, ugye ez a Csema Lojgori,
ez pedig a legmagasabb színvonalú erkölcsi döntést hozza meg, amikor az övéit elárulja, ugyanis ő neki az eszméi azok fontosabbak, mint a genetikai, vagy nemzeti identitása. Tehát, hogy ő a vérségét, meg a nemzeti identitását föláldozza, mert ő hisz a demokráciában. És csak aztán a végén, igen, csak aztán a végén jön a hideg zuhany, amikor azt látjuk, hogy úristen, kérem, milyen demokrácia, úristen, itt a frankóféle fasiszta Spanyolországban járunk, semmiféle demokráciáról nem beszélünk, talán az ETA jogosan harcol ezek ellen, a szemét állatok ellen, és a végén minden relativizálódik. De akkor már késő. Tehát, ugye, akkor már nem lehet visszamenni a játszmába. Azért is lett ez a film negyedik szemben a Donnie Brascóval, azért előzte meg ez a film a Donnie Brascót, mert mélyebb rétegeit tárja fel, milyen etikus ennek az egész dolognak, hogy titkos szolgálat és a bűnszövetkezetekkel szembeni kérlelhetetlen harc a végsőkig, amiben nincsenek ugye szabályok és minden játszik, szóval ezzel az egésszel kapcsolatban milyen szkeptikus a rendező, és hát ez egy igazán európai koncepció. Hát sokkal ez inkább, megtörtént eset, nem pedig egy James Bond, ami meg egy ilyen kedves gyermeki fantázia. Igen. Hát, szerintem az, ami a Ellobó a farkas, valamint a fedőneve Donnie Brasco című film között van, az egy óceán, és ezt Atlanti óceánnak hívjuk. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. A Kémek a sasfészekben Brian G. Hutton filmje, ugye a Kelly hősei rendezőjéről beszélünk. Hát ha valaki két ilyen filmet képes elkövetni, mint a Kémek a sasfészekben és a Kelly hősei, amelyben a közös elem az nem csak a rendező Brian G. Hutton személye, hanem ugye Clint Eastwood mindkét film főszereplője. Így van, és azt hiszem az első film listánemben szerepel a kém szó. Ez egyébként nem csak egy egyszerű kémfilm, hanem a nátis kémfilmeknek a alfája és omegája. Abszolút csúcsa. Tehát a ilyen hihetetlenül kékszemű szőkehajú gonosz emberek és a főleg a gestapó, amikor megérkezik, hát az ő a paródiája az áriaságnak. Tehát igen, igazából az összes német benne ez a szuper paródia, nem véletlen, hogy ennek az egész filmnek lett egy paródiája a szintén zseniális listánkon sajnos nem szereplő Top Secret. Tehát amikor a németek ezek automatikusan, ezek a szürke ruhás gonoszok, szuper gonoszok. Igen, csak ott a kelet-német, ott a Stasi az, amelyik. Igen, de az csak egy ilyen megkeverés, de a Stasi az ilyen náci színezetet. Igen, meg ilyen Franz Resistance hasz is van benne. Ilyen elképesztő a dolog, jó paródiája, de a Kémes a sasfészekben az még viszonylag komolyan vehető, ha nem gondolunk be nagyon, hogy mi történik. Mária, ezek annyira kémek, hogy John Smith őrnagy, aki Richard Burton, aki az egyik identitásában John Smith, de a neve, tehát ízlelgessük. John Smith, aki a brit titkosszolgálat ügynöke, mindeközben Johann Schmidt, a német titkosszolgálat ügynöke, és hát itt van velünk Maurice Schaeffer hadnagy, ugye a Clint Eastwoodnak, de mind a kettő elmehetne Schaeffer, tehát mind a kettő elmehetne németnek is, angolnak is, amerikainak is, tehát így, már a nevek is olyanok, hogy így bárhova, bármikor be lehet helyettesíteni, bárhol lehet kém bárkinek a... Ők, tehát azt kell tudni John Smith őrnagyról, hogy ennyi identitás fordulat nincs még egy filmben, de sehol. Úgy, hogy mindeközben nem válik nevetségessé, hanem végtelenül szórakoztató, mindeközben mindvégig hihető, annyira fordulatos és annyira izgalmas, amennyire film csak lehet. Ebben a filmben annyi csavar van, hogy nem tesszük meg az ördögnek azt a szívességet, hogy akár egyetlen egyet is felfedjünk előttetek. Ki kicsoda ebben a filmben, végig nem fog kiderülni, a legvégére fogjátok megtudni. Folyamatosan az megy, hogy azt hiszed, hogy úgy van, de nem úgy van, hanem amúgy van, akkor azt hiszed, hogy úgy van, és korábban nem úgy, de aztán még ugyabul van, és sosem tudod igazán, mert hogy végig John Smith őrnagy, akit Richard Burton játszik, Richard Burton az a színész fejedelem, akinek a játékát azt nem lehet elég, tehát széjjel kopnak a szuperlatívuszok meg a hiperlatívuszok az embernek a szájában, amikor Richard Burtonről beszél. Ebben a filmben is olyan karizmával és olyan meggyőző erővel adja elő magát, hogy az valami fantasztikus. Hát ennyire fordulatos filmet, ennyire virtuóz módon megírt forgatókönyvet, mikor, hol, kicsoda? Ez
a, lássuk be, hogy a Clint Eastwood itt a Samesza a Richard Burtonnek. Igazából... Az ő, amerikai végrehajtó ember. Igen, ő a géppisztolyjal van elfoglalva. Igen. Nem, egyébként ez egy olyan akció, ahol az amerikai katona a brit kommandóba társul be. De kellett az amerikai katona, ugyanis hát egy amerikai filmről beszélünk, és az amerikai nézőnek azonosulni kell. Volna, igen, azonosulni kell. De mindjárt hát könnyebb a britekkel azonosulni, hiszen ott van Clint Eastwood, vagyis hát így Sheffer hadnagy, akinek a személyén keresztül, mint egy híd átível az Atlanti óceán felett. Igen, ráadásul, tehát az egész történet, amiről nem akarok semmit mondani, nagyon nagy téttel jár, mert a II. Világháború egyik legjelentősebb hadmozdulata a partraszállás előtt vagyunk, és hát meg kell oldani, hogy senki ne tudjon a partraszállásról, és ehhez minden eszközt fel kell használni. Tehát egyébként azt tudni lehet, hogy ez egy elképesztően nagy csalás és átverés sorozat része volt. Többek között csináltak olyat, hogy az amerikaiak fogadtak föl művész hadtesteket, akik ilyen fatankokban rangáltak fel alá valahol Angliában, hogy úgy tűnjön, hogy ott valami készülés van. Hát elképesztő. A film végén derül ki, hogy mi valójában John Smith őrnagy küldetése. Hát végignézünk egy filmet, és hiszünk egy küldetésben, ami zajlik, és a film végén fog kiderülni, hogy nem is az volt a küldetés, hanem amit küldetésnek hittél, az is az álca része Igen. volt. Annyira intelligens ez a film, hogy elmondhatatlan, annyira szórakoztató, kihagyhatatlan. Igen, Matahar is kémvilágban, ahol mindenki mindenkit átfel, és a kettősügynök, hármasügynök, négyesügynök, annak egy jó bemutatása, egy kicsit azért fura, hogy Németország közepén játszódik, de mondjuk hát Svájc lehet, hogy így valósabbnak tűnt volna, de ad neki egy ilyen feszültséget, hogy mikor ér oda a gestapó. Tényleg nagyon nagy film. Tehát a kémek a sasfészekben az kihagyhatatlan, és azt gondolom, hogy ebben a szórakoztató kategóriában a legjobb kémfilm, amit valaha láthattatok. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Ez a film az ID, vagyis a személyazonosság című film. Amelyet talán rajtunk kettőnkön kívül nem is nagyon ismernek. Nem is tudtok hozzá se jutni. Egy direct-to-video film volt, tehát közvetlenül videóra vagy DVD-re jött ki. Moziban nem mutatták be. Videóra vagy DVD-re jött ki Angliában. Anglián kívül sehol a világon, Magyarországon soha nem jelent meg. A királyi kettes lejátszott egyszer, és azt Robi éppen elkapta. Igen, és azt sikerült rögzítenie egy barátomnak, aki azután azt kidigitalizálta, az egy féltett ki. De kettős ügynök. Igen. Na most azt kell tudni, hogy ez a film egy abszolút sehol nem jegyzett film, amelyik tévéfilmnek készült, és a... Angliában nagyon népszerű egyébként, nem véletlenül. Hát, de hogy honnan jutott el a csúcsra, mekkora handicappel. Egy olyan film, amit ismeretlen rendező, egy ismeretlen színész, Reese Dinsdale nevű angol színész, ezt a filmet, ezt leírhatatlan feszültség, elképesztő dráma, és egy olyan játék filmjelzi ennek a Reese Dinsdale-nek a részéről, akiről nem is hallhattatok, hogy az valami döbbenet. Most egy réteg... Próbál meg jellemezni azt a játékot, amit előad. Én nem vagyok ennyire elfogult, én azt mondanám, hogy ő egy nagyon jó tévészínész, aki egy hihető karaktert alakít a Vásznon. Na most azt hozzá kell tenni, hogy azért ismeretlen ez a film többek között, mert nem a hidegháború félelmetes apparátus felvonultató hatalmai között folyik a küzdelem, de nem is a New York-i vagy Los Angeles-i rendőrség és a maffia között, hanem a Scotland Yard, vagy New Scotland Yard és a foci huligánok között. Tehát ez egy foci huligán film, ez egy angol foci huligán film. A legjobb foci huligán film valaha. Szerintem, tehát ebben egyetértek, ez egy olyan világot mutat be, amiben nagyon kicsi betekintésünk van, és nagyon érdekes, hogy pont ebből a szemszögből, tehát a belülről a rendőr szemével látjuk, hogy milyen ez az élet, aki fokozatosan átalakul. Hát elveszíti az identitását. Nagyon hasonló történet zajlik le, mint a Fedő neve Donnie Brasco című filmben, ugye a Joe Pistonnal, de hát egy sokkal komolyabb kivitelben rajlik. Ez egy sokkal keményebb dráma. Ez európai verzió. Igen, megint erről beszélünk. Igen, európai verzió, keményebb és keserű szájízzel. Igen, azt kell tudni, hogy John, Trevor, Eddie és Charlie, akik rendőrök a négy angol Bobby. Igen, a londoni Scotland Yardnál beépül a
Shadwell Town nevű futball... Másodosztályú futballcsapatnak a huligánjai közé. Hogy megtudja, hogy kik szervezik a késeléseket, amik ugye a legsúlyosabb bűncselekmények. Hogy onnan eljussanak a fegyver és kokain csempészekhez, mert hogy az igazából... Egy ilyen futballhuligán tábor, egy ilyen futballszurkoló tábor, az olyan, mint egy vakontúrás. Azon keresztül juthatsz le a mélyebb rétegekbe. Ott érintkezik a felszínnel a bűnszövetkezet. Onnan tudna aláásni. És itt is ugyanaz történik, mint az Ellobó a farkas című film esetében. Mielőtt még föl tudná göngyölíteni az ügyet, elveszik tőle, és lerombolják az életét, azt az életet, amit kapott a helyet, az élet helyett, amit ilyen coitus interruptus gyakorlatilag, de nagyon súlyosan. Amit azt képzelte, hogy szeret, de valójában az nem is volt élet az ő számára. Hát ahogyan ennek az embernek az identitása átalakul. A film egyik legszebb jelenete, amikor egy pillanatra kivetköznek ebből a spicli szerepből, és a négy rendőr visszaválik rendőrré, és elviszik amúgy elég csúnya feleségeiket egy közös ilyen vacsorára, és látszik, hogy unatkoznak, iszonyatosan unatkoznak. Az az életük, ami a rendőr életük volt, és amit felépítettek addig 30x éven keresztül, sokkal, de sokkal unalmasabb, hát mint nem. A másodosztályú csapat ótvar kocsmájában ülni, és a hülye havarokkal sörözni. Hát inni a sört, meg verekedni, meg balhézni, meg bunyulni. Meg keménynek lenni. Meg identitást kapni. Igen. Kapni Igen. Egy identitást, amihez kötődni tudsz. Lenni valakinek valahol, valamilyen relációban. És ez az a pillanat, önazonosnak lenni. Amikor a kém szerep erősebbé válik, mint az a elvileg valóságos szerep, amit akkor kapott, amikor megszületett, és nevet adtak mellé. Na itt történik meg az, ami egy kémmel soha nem történhet meg, és ameddig nem jut el Donnie Brasco. Itt történik meg az, hogy az álcád átveszi a helyedet, és az életed válik álcává, és az álcád válik az életed. Már semmi sem biztos. Itt történik meg az, hogy az identitásod átalakul, azzá válsz, amit játszol, és amikor aztán a rendőrség visszavon téged, kivon téged abból a küldetésből. Aki egyébként a leghülyebbnek vannak ábrázolva az egész történetben. Idióták. Tehát a rendőrség hülyeségét semmi nem múlja fel a filmben. Hát egyetlen egy alkalmas rendőr van, John, és őróla is kiderül, hogy hát igazán nem rendőr, csak annak látszott. Az álcája válik az identitásával, és az identitása válik az álcájává. És amikor aztán megfosztják őt a küldetésétől, akkor elveszik tőle azt az életét, ami egyedül élteti őt, és amiben egyedül, amivel már azonos, és amivel már, és amin kívül már nem tud semmivel se azonos lenni. És visszazavarják abba az életbe, amit meggyűlölt és felszámolt, és ami szét is hullott körülötte, meg amiből ki is zuhant. És akkor ideg összeomlása lesz. Aztán, hogy innen hova vezet az útja, azt azért nem mondjuk el, mert bíztatunk titeket, hogy töltsétek próbáljátok le, megszerezni a vagy valamilyen módon szerezzétek meg, én nem tudom, nyilván a törvényes eszközök azok mindig jobbak, mint a törvénytelen eszközök, feltéve, hogyha nem vagytok titkos ügynökök. Hát titkos ügynökök vagytok, akkor minden eszköz törvényes. Azok meg tudják szerezni még ezt a filmet is? Nyilvánvalóan. A magyar feliratot nem garantáljuk, hogy képesek lesztek hozzá letölteni. Mondom, aki el tudta csípni az M2-n, amikor lement ez a film, olyan ez a film, az a Személyazonosság című film, amit ID címen fut, az angol címe, az a I.D. pont, vagyis az identitás. Irán a Dénes, igen. Azért mindenki. Igen. Című film olyan, mint egy atomvillanás a szemhéjatok mögött. Konkrétan. Úgy ég be az agyatokba olyan erővel, az egyik legjobb kémfilm valaha, az a legjobb film a foci huliganizmusról valaha. Jó, hogy rengeteg meccset mutatnak, amikor szurkolnak, de soha nem látjuk a pályát. Igen. Soha. Igen. És a legkeményebb, legbevállalósabb, legfrontálisabb erőszak, amit láthattatok, olyan, hogy a kézzel fogható, olyan, hogy elhiszed, hogy ott zajlik, és akkor, és emellett pedig hát egy olyan játék a Reese Dinsdale nevű Mr. Senkiházi részéről, hogy leestek a székről. A csúcsok csúcsa a mai number one. A Mások élete című film. Igen, lehallgatnak minket is. De ne legyetek már sunyik. Tehát ha már lehallgattok minket, akkor legalább jelezzetek vissza. Hát mire való a 0629 986-986-os SMS szám, ha nem arra, hogy elküldjetek legalább... minket a fenéből, melyik filmet nem tettük fel. A Mások élete az kétségünk nem volt. Tehát ekkora egyetértés, ekkora
Ilyen rövid idő alatt. Ekkora önfelett konszenzus még nem volt köztünk, mint ezúttal. Felhívtál és mondtad, hogy jó, akkor most már küldjem a sorrendet, mert mondtam, figyelj, Robi, nincs időm, a mások élete legyen az első, a többi nevedek. Hát igen. Egy nagyszerű filmről beszélünk, és azért is az első, és nem csak, tehát ha arról van szó, hogy melyik a legjobb film ezek közül, a filmek közül, akkor az a mások igen. élete. Igen, azt a rohadt, ezt gondoltam, amikor először megnéztem, ez egy igen, jó film. Igen, nem, hát én le voltam halva tőle mennyire. De azért is az első, mert felelősséget kívánunk mutatni ennek a témának a komolysága kapcsán. Mert hogy ez nem James Bond, ami valami távoli hülyeség, tehát tulajdonképpen megtörténhetett volna, mondjuk ahhoz képest még romantizálja a helyzetet, mint amilyen volt. Tehát, beemel egy olyan figurát, akinek van lelkiismerete, mégis Stasi ügynök. Nem szabad elfelejteni. Miközben hogy... az egész kelet-európai történelem arról szólt, hogy nem volt lelkiismeretük, tehát rengeteg ilyen ember volt lelkiismeret nélkül, és rengeteg emberi sors egy olyan, aki tört ketté, szakadt meg. Igen, de jól mutatja meg azt, hogy ez az ember sem tudta a rendszert megváltoztatni, sőt, kívül helyezték a rendszeren, pont azért, amit csinál. Hát nem egy győztes. Úgyhogy rendesen le se bukott, mert rendesen igen. lebukott volna, akkor megfölkötik, mint egy igen. kutyát. Igen. Tehát, hogy rendesen le se bukott, csak tudták, bizonyítékuk nem volt, és félretették. És egyébként a film ez a rendezési bravúr is, tehát szerintem gyönyörűen van megcsinálva, amikor ott a borítékokat ellennyalja, avval a gőzölővel, és bemondják, hogy akkor ledölt a fal, és föláll, és kimegy. Kész. Tehát ennyi volt. Szóval minden szempontból nagyon jól van megcsinálva, nagyon jó színészekkel. És hát ez a film aztán lerántja azt a hazug romantikát a kém tevékenységről, amit felépítenek az olyan filmek, mint a többek közt a James Bond filmek, vagy az Észak-Észak-Nyugat, vagy tehát ez a Veszedelmes elmevallomás, a Born rejtély, ez az izgalmas és iridlésre méltó, ez a... Kalandateli élet, na ez pontosan nincsen. Kalandos világ, hanem nem ez egy mocskos... Kukkolok, konkrétan kukkolok, Gusztustalan, és de nem csak hogy kukkolnak, hanem mérget kevernek. Mérget csepegtetnek. Az a jelenet, amikor a Stázis kurva eljön hozzá. Az nagyon kemény. Tehát egy ilyen lehasznált nő, a Stázi kötelezően küld végig a Stázis házon, hogy mindenki használja. Az annyira nyomorult. És neki ez a magánélete. Tehát a magánéleti érintkezések csúcsa, ha ez a nő meglátogatja 3 hetente egyszer. Tehát ez a kém élete. Hát, ez nem a mások élet, ez övé. Igen, ez milyen nyomorult élete van, úristen. Nincs igen. saját élete, igen. hanem másokét éli. Igen. Milyen milyen kegyetlenül rombolja le azt a fétist, amit más filmek felépítenek a kémek világával, meg a titkosszolgálatok tevékenységével kapcsolatban, hogy nincsen benne semmi iridlésre méltó, nincsen benne semmi nagy stílű, sőt, éppen ellenkezőleg, nincsen benne semmi hősies. Igen. Hanem gyalázatos, és mocskos, és visszataszító, és törvénytelen, és erkölcstelen, és embertelen. A Stázival kapcsolatban még azt is érdemes megemlíteni, hogy rengeteg ilyen szörnyűséges államvédelmi hatóság, vagy nemzetbiztonsági hatóság volt, de hát igazi német alapossággal csak a Stázi dokumentálta, viszont nem sikerült német alapossággal megsemmisteniük az iratokat, úgyhogy ez az a titkosszolgált, amiről tudhatunk valamit, ráadásul nekik sikerült azt a bravúrt megjátszani. Azért, mert Németországban rögtön jött a nyugat-német állami kontroll, és rögtön befoglalta ezeket az iratokat. Hát legalábbis megpróbálta, és nekik sikerült, tehát többé-kevésbé sikerült, legalábbis ez a film azt mutatja, elkezdeni elszámolni ezzel a múlttal. Nekünk például nem sikerült, a volt Szovjetunió legtöbb országának sem sikerült. Mai napig ugye megvannak ezek a tipikus toposzok, hogy a kiugrott KGB ügynök az a nagy drosztétár, stb. Nekik valahogy sikerült elindulni ezen a nehéz folyamaton, ez a és elkezdeni végre, beszélni arról, milyen volt. Végre szembenéz annak a rendszernek a bűneivel. Messze a legkiterjedtebb titkosszolgálat a szocialista táborban. Úristen, azt mondtam, hogy szocialista. Szóval ebben az államszocialista, ilyen nem tudom, ilyen vörös kapitalista, vagy hogy hívjuk ezeket, az államkapitalista, vagy milyen világ volt ez. A szocialista az azért jelent valamit, és nem ezt, ugye? Igen. Szóval, hogy ebben a a béketáborban, a keleti blokkban az a Stázi volt. Azt kell tudni, hogy minden 8. keletnémet állampolgár a Stázi ügynöke volt.
gondoljál ebbe bele. Már jó esélye, egymást is feljelentgették. Hát minden, hát, és nem tudták egymásról se, azt vágod? Igen. Tehát, igen. Hogy folyamatosan jelentették egymást is, és pont erre volt a német titkosszolgálat vezérkarának szüksége. Igen. Hogy ne, tehát itt nem arról van szó, hogy az ügynökök jelentsék a nem ügynököket, hanem mindenki jelentsen mindenkiről mindent. Igen, igen, tehát tökéletesen kontrollált társadalom, ez annyira rémisztő, mint amennyire hangzik valóban. És hát ez a film nagyon szépen bemutatja. Tehát benne van az összes módszer, ahogy sikerül, vagy hát ahogy belehatolnak mások életébe, és egyik sem kitaláció. Tehát amíg a James Bond kütyüi, az a kitalációk, az autó, ami kidobja a anyósülést, azok mind kitaláció, meg a cipőbe, vagy új beépített lézerágyú. A mások életének a eszköztára nem kitaláció, ez valóban így működött. A Stasi módszeré valóban ilyenek voltak. Tehát az, amit előbb mondtam, hogy hozzá kellett menni valakinek a megfigyelt személyhez, hogy olyan közelről ellenőrizzék, ez simán benne volt a Stasiba. Simán benne volt egyik legkeményebb dolog, amit így emlékezetemben van, hogy például radioaktív festékkel festettek be nyugat-német márkákat, hogy utána tudják követni a radioaktív jelek után, hogy kinek a kezén ment végig. Miért volt ennyire embertelen a Stasi? Lehet, hogy a náci bűntudatuk miatt szuperkompenzáltak? Hát a Top Secret az ezt mondja, de ez pedig nem egy kemény forrás. Miért, és talán nem így van? Hát valószínűleg igen. Alig, ha nem. Igen, de mondjuk... Látod, de hogy erről van szó, hogy itt is miről van szó, hogy egyetlen egy kis ország egyetlen söpredék, vagy valahogy így hangzik. Igen. Tehát, hogy a bűntudatuk volt a náci múltjuk miatt, ezért aztán belekeverték magukat egy még akkora szemétségbe. Igen. Tehát, hogy mi zajlik? Elég az Andrássy út 60-at felidézni. Miért is költöztek volna át az Andrássy út 60-ból valahova máshova? Talán igen. Azért, mert ott az egy rossz emlékű hely, mert ott kommunistákat kínoztak? Nem, hát már amúgy is ott volt a munkahelyük, akkor visszajártak. Hát de ez egy szakma. Ott az már, ott vannak lent a cellák, fönt a kínzóeszközök, hát onnan átköltözni bárhova máshova, amikor ott vannak ráadásul a szakemberek, azokat a szakembereket csak alkalmazni kell, tehát ez nem lenne racionális onnan elköltöztetni bárhova ezeket. Na hát így működtek ezek a titkos szolgálatok. Semmi heroikus nincsen ebben. Aludni szeretnék. Kérem, hagyjalak aludni. Kezeket a comb alá. Mondja el, kérem, még egyszer, hogy mit csinált szeptember 28-án. Kérem, csak egy órát, csak egy kicsit, hadd aludjak. Mondja el még egyszer, hogy mit csinált azon a napon. Miért tartják ilyen sokáig ébren? Úgy értem, ez már embertelen. Az, akit ártatlanul börtönöznek be, minden órával egyre hangosabb lesz az őt ért igazságtalanság miatt. Kiabál, dühöng. A bűnös viszont egyre inkább megnyugszik és hallgat. Vagy sír. Tudja, hogy joggal zárták be. Nincs jobb módja kideríteni, hogy valaki ártatlan-e vagy bűnös, mint addig kérdezni, amíg már nem bírja tovább. Osztálytársammal, Max Kirchnerrel. Felmentünk mindannyian a lakására. És késő estig zenét hallgattunk. Van telefonja, fel tudják hívni. Mindent igazolni fog. Feltűnik önöknek valami a vallomásában? Azt mondja, amit az elején. Ugyanazt mondja, mint az elején. Szóról szóra. Aki igazat mond, szabadon fogalmazhat, és meg is teszi. A hazug pontos mondatokat bifláz be, és a feszültség hatására mindig azokhoz nyúl. A 227-es hazudik. Van két fontos bűnjelünk. Növelhetjük az intenzitást. Ha nem árulja el a segítőtárs nevét, még ma le kell tartóztassam a feleségét. Janis nádja állami gondozásba kerül. Ezt akarja? Hogy hívják a cinkosát? Ki volt az? Gliszke. Hogyan? Hangosabban? Gliszke. Werner Gliszke. Werner Gliszke. Kihallgatáskor a szocializmus ellenségével dolgoznak.
Ezt mindig tartsák észben. Jó napot! Kaptunk néhány SMS-t. Hali, a személyazonosság is letölthető magyar felirattal is akár. Keressétek jó helyen, kösz a tippet, még ma megnézem, ha lejön, írja a kedves hallgató. Ügynöknek hívni a beszervezett civil besúgókat kicsit túlzás. Egy ügynök kiképzése több millió német márka lehetett. Szerintem voltak kiképzett ügynökök, amit a film is mutat, és voltak civil besúgók. Ez így van, csak a besúgókat az nem menti semmi alól. Tehát besugni is lehet hülyeséget, meg besugni is lehet rossz akarattal, mert be akarok tenni az alsónak, mert tényleg csapkodja az ajtót. És cserébe elküldeném Szibériába. Szabó István sajnos ebben a relációban sem áll meg. Hát ezért is hagytuk ki egyébként egész magyar történetet. Nem akarunk ebbe egy külön belemenni majd az ősz folyamán, amikor hosszú filmes etapok lesznek talán akkor. A mások élete nálam az első. Németország szembe tudott nézni a múlttal, de azért a Torrent a legnagyobb. minden kategóriában első. Nem tudunk vitatkozni. Megint csak. Szóval ez volt az az adás, ahol a 10 legkiválóbb kémfilmet sorjáztuk a számotokra az elmúlt 2 óra során. Ezen a listán a 10. helyezett a Bond rejtély volt, a 9. pedig az Egy veszedelmes elme vallomásai című George Clooney film, az Észak-Észak-Nyugat, a Alfred Hitchcocknak a filmje a 8. helyezett, a szerintünk legjobb James Bond film a Goldfinger pedig a 7. Az Éjanyánk Kurt Vonnegut regényéből önéletrajz ihletéssel a 6. Az 5. pedig a felőneve Donnie Brasco. A 4. az Ellobó a farkas című film, a 3. a Kémek a sasfészekben. A 2. az ID, vagyis a személyazonosság című film. Az első és a legjobb pedig a Mások élete című német film a Stasi tevékenységéről. Ez a 2006-os Das Leben der anderen című film, amelyben a főhős, akit a Wiesler százados játsza Ulrich Mühe a film leforgatását követően néhány hónappal meghalt. Hát így büszkék és boldogok vagyunk, hogy ezt le tudta rakni, ezt a hatalmas mementót így az élete végén. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, és azt arra hívnánk fel továbbá a ti figyelmeteket, hogy a következő órában is hallgassátok a Rádiókafén mindazt a zenét, amelyet kínál számotokra a 98.6-os frekvencia. Az utóbbi 2 órában Puzsér Robertet és Fuchs Péter kollégámat hallottátok. Én nagyon remélem, hogy a augusztus hóban, majd az augusztus hót követő szeptemberi élőadások során is velünk tartotok majd. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!